Sziasztok! Ez a Pergamerre Hány csatornája, és a mai videóban besoroljuk a trónok harca karaktereket. Gondolhatatok, hogy nem foglak titeket trónokharca kontent nélkül hagyni, arra gondoltam, hogy mindenképpen jó lenne még valami trónokharcás dolog a csatornára, most, hogy ezt olvasom, és arra jutottam, hogy térmékörön már régen voltam fent. Ugye Borkával volt egy ilyen közös videónk, ahol ezen a listás oldalon beraktuk azokat a könyveket, amiket közösen olvastunk már, mind a olvastunk már. Na és akkor most találtam egy olyan listát, amiben a trónokharca karaktereket kell besorolni, sok karakter itt van, nem mindegyiket fogom besorolni, csak a főbbeket, meg akiket már olvasásilag is ismerek nagyjából, és kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy alakulna ez a lista. Úgyhogy akkor el is indítom, és akkor nézzük is a karaktereket. A kategóriák a legjobb, az egész jó, a me, a teljesen hidegen hagy, a nem vagyok fan, és a megvetem. Kategóriák vannak, és akkor ezekbe kellene besorolnom a trónok harca karaktereket. Na hát nem leszek nagyon meglepő, valószínűleg, mert elég egyértelmű, hogy kit hova sorolok, de azért van néhány érdekes. Ha jól látom, ez az első, ez szegfű. Legyen a me kategória, ami jobb, mint a közömbös vagyok, mert mm, azért vannak vele a problémáim. Jó, ez azt hiszem Podrik, aki. Ahogy ez nagyon nehéz. Szóval a Podrikot én nagyon szeretem, de legyen ő is a meh kategória, mert hogy annyira nem. Itt van a vastrón. Hát a vastrón az a best, egyértelmű. Itt van egy Frey, ő egyértelműen a not a fun kategória, mert hogy egyrészt egy két színű alak, másrészt pedig, hát nyilván utáljuk azért, amit tesz a harmadik részben, úgyhogy not a fan, vannak nála rosszabbak is, ő egyszerűen csak egy kis féreg, úgyhogy igen. Itt van Jara, aki amúgy Asa, ő nekem nagyon not a not mert amúgy utálom, ahogy viselkedik. Egyébként tök jó karakter lenne, de ahogy viselkedik te onnan, az számomra egyáltalán nem szimpatikus, és fúj, nem szeretem, amit csinál. Itt van Jimmy, aki, hát nekem vagy a pretty good, vagy a best. Legyen a pretty cool. Vannak nála jobbak. De én nagyon bírom őt, és nagyon bírom az ő fejlődését, karakterfejlődését, meg azt, amit csinál egyébként. Itt van egy szereplő, akinek nem tudom a nevét, de ő teljesen közömbös számomra. Aztán Sersi, vagy Sersai, már nem tudom, hogy melyik a helyes. Na, ő egyértelműen a megvetett karakterek közé tartozik, nagyon sajnálom. Én, én bírom azt, hogy ő ennyire anyai érzésekkel rendelkező ember, és szerintem ott rontották el az ellenségei, hogy a végén nem maradt egy gyerekesen, mert így tényleg már nincs mitől félnie, és nincs mit feltenie, és ez ilyenkor lett a legveszélyesebb, ez nagyon rossz. Denerys tesója, aki egyértelműen a megvetendő kategória, mert gyűlöltem egy hisztéria, ő is, aki simán eladja a testvérét, akinek csak a hatalom számít, hallottam úgy egy senki, de tényleg csak a vérvonal az, amivel dicsökedhet, semmire nem képes és nekem tetszett, ahogyan ő meghalt, és egyáltalán nem tetszett, ahogyan ő viselkedett. Aztán itt van a Starkok anyja, Katlin. Én nem szeretem Ketlint. Úgyhogy én a Natalm barakom. Nagyon, nagyon nem szerettem Ketlint. Soha, nem tudom, miért. Az anyai ösztönei tök jó, de amikor ott kéne lenni a gyerekeivel, akkor nincs velük, és utána meg sír, hogy nem volt velük, és meghaltak. Daenerys nekem a pretty cool, de csak azért, mert amúgy a sorozatban unszimpatikusabb, mint a könyvben. A könyvben nem veri a hisztit, és nem nyomatja ő is azt, hogy én vagyok vihabon született Daenerys, és mindenki hódoljon be, és segítsen, mert nekem sárkányaim vannak, holott még ugye semmit nem tud velük csinálni. A könyvben ilyen nincs, és én szeretem őt, de ha a későbbiekben ilyen lesz, akkor nem fogom annyira szeretni, Ö, és nekem a sorozatban a végére nagyon nem volt szimpatikus már. Úgyhogy marad a Pretty nem merem a best berakni, mert majd akkor fogom tudni megítélni teljes egészében, hogyha végigolvastam az összes könyvet. A fatja a királynak. És ő... Hát, legyen a meh. Mert amúgy én egészen szeretem, de igazából nem sokat láttunk még belőle. Hodor a Pretty cool kerül, mert egy nagyon szerethető karakter, és nagyon nagy színpontja az egész sorozatnak, de nem a kedvencem azért. Nézzük még, kik vannak Sansa. Őt én nagyon-nagyon nem bírtam, nagyon sokáig. Viszont a könyvben egyáltalán nem olyan kis bénácska, mint a filmben, sokkal szimpatikusabb. Úgyhogy, hát, vagy a meh, vagy a pretty cool, legyen a Pretty cool, mert van még Stark, aki a meh bekerül. kisúj, új Pretty cool karakter, mert egészen kedvelem, és ő is egy színfolt. Aztán Tion, ő a meh karakter egyértelműen, mert nagyon idegesítő karakter, de nagyon szép a háttértörténete, és az, hogy mi zajlik le benne, és ezért amúgy szeretem, szóval nem a közömbös kategória, de hogy amúgy olyanokat csinálom, amiért ami természetesen nem bírom egyáltalán, tehát nem lesz kedvenc karakter, vagy ilyesmi. Aztán BN lesz a pretty cool karakter, a Stuti, mert őt is nagyon szeretem, és az ő története is nagyon szép. Ő egy színfolt szintén. Aztán Marjorie, ő a not a fun, jaj, not a fun. Természetesen, mert ő egy nagyon idegesítő karakter. Egyébként tök jó, hogy van. Örülök neki, de rettentően idegesítő, kétszínű, keményen tolja ezt az egész politikát. Igazából totally indifferent, annyira nem mozgat meg ő. Nem annyira szeretem. Néha meg tök jó, hogy van, de alapvetően inkább olyan közömbös számomra. Legyen még Varis, ő pretty cool karakter. Eléggé szeretem őt, ő is nagyon sok színű, és benne se tudom, hogy megbízok, vagy se, ugyanúgy, mint kisújban, de tök jó, hogy van. Itt van még Ketlének a testvére, aki hát, szerintem ide, ide kerül a Megvetendő közé. Teljesen megvetem. Nagyon undultó a karaktere. Nagyon megverném egy bottal, úgyhogy nem szeretem. Nézzük ki, ez még aki izgalmas. Itt van maga a király. Hát például ez is egy érdekesség. Maga a király, ő me kategória számomra. És itt van Remzi, Remzi bolton. Fú, álmaimban is félnék, hogyha meglátnám ezt a színész sajnos ő. Egyetemen a megvetendő kategória, mert nagyon, nagyon rossz, gonosz karakter, de ettől függetlenül örülök, hogy benne van, mert amúgy jó, rossz karakternek. Itt van nekünk Ned, ő a pretty cool karakter, Tyrion a best, a pastrom mellett ő eddig a best. ez jól látom, hogy a vérebb, mert ő is best karakter nekem, nagyon szeretem a vérebet, szerintem nagyon-nagyon jó szín volt a történetben. Aha, itt van nekünk egy Stark fiúcska. Na, ő az, aki a me kategória egyértelműen. Tehát, hogy semmi újat nem hoz a történetbe. Nem szeretem. Tyrion segítője. Ő a Pritikó cool karakter, őt eléggé szeretem. Bren. Ő nekem egy... Not a fun karakter. Tényleg nem szeretem. Még kevésbé szeretem, mint a tesóját. Nekem ők azok a sztárkok, akik soha nem érdekeltek. Itt van nekünk John. Én Havas John-t sem igazán szeretem. Ő is szerintem idejön a nem annyira érdeklődő kategóriába. Jön még Tywin. Ő egy meh karakter. Nekem, mert hogy alapból nincs vele bajom, és amúgy jó, hogy van, mert elég színfolt ezzel a nagyon kemény szabályaival, meg dolgaival, de hogy amúgy nem szeretem. davos hát nem tudom őt, Davos ő teljesen ez a nem annyira érdeklődő kategória. Itt van nekünk egy király jelölt, ő is olyan, hogy vagy ez, vagy ez közömbös, mert nagyjából közömbös nekem. Itt van Geoffrey, Egyetemben a legrosszabbak közé tartozik, fúj. Aria pedig a legjobbak közé tartozik. is szerelme, ő a meh kategória inkább, mert még nem a pretty cool. Itt van még ez a kis aranyos. Ő legyen a meh. Mert azért annyira nem szeretem. Szóval úgy néz ki, hogy a best az a vastron, Tyrion, Aria és a vérebb. Aztán jönnek a hozzájuk nagyon közeli, nagyon kedvelt karaktereim. de t be kéne raknom amúgy a bestbe. Jó, rakjuk át, de igazából nem mindig vagyok annyira oda érte. Így jobban néz ki a felsorolás. Tehát a Pretty cool van Jamie, Hodor, Sansa, Kisúj, Brian, Varys, Ned és Bron. Ők azok, akiket úgy igazán szeretek. Tehát őket nagyon szerettem követni. Aztán szóval a meh kategória az az, akik nagyon színfoltok a történetben, de igazán nem vagyok odaértük. Akik iránt közömbös vagyok, azok, aha, ezek, ez nagyon jó. Tehát, hogy én John iránt sem vagyok egy nagy rajongással, ők a közömbös kategória. Akik már a not a kategóriáknak, őket már nem szeretem annyira követni, vagy valamilyen részben nagyon elásták magukat nálam, és akiket megvetek, hát azok nyilván azok, akiket egyszerűen csak gyűlölök, mert idegesítő karakterek, ez Kétlinnek a tesója, meg Daenerysnek a tesója, és akik a legrosszabb karakterek, az a két szerintem leggonosabb karakter valaha, Remzi és Joffrey, és Cersei, akit egyszerűen csak nem szeretek, egyszerűen csak idegesít, és nem szeretem az ő karakterét. Ettől függetlenül Mindegyik tök jó, hogy van. Aztán itt maradtak mellékszereplők, őket nem raktam be, mert vagy mindegyik a Totally indifferent ment volna, vagy pedig a me és not kategóriákba általában. Van egy-kettő, akit úgy szeretek, de hogy alapvetően ők nem annyira pozitívak nekem, ha csak így rájuk nézek, úgyhogy őket inkább nem soroltam be, mert néhányan még nem is találkoztam a könyvekben, csak a sorozatban. Tehát így néz ki az én trónokharca besorolásom. Kíváncsi vagyok, hogy nektek van olyan, aki nagyon máshova kerülne, és ki lenne nektek a bestben, és ki lenne a despice-ban. Én ennyit szerettem volna mára, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!